A hulladékgazdálkodási társulás 112 településének vezetőit várták a szerdai szakmai találkozóra, ahol az eddigi tapasztalatok és a további fejlődési lehetőségek mellett az is elhangzott, hogy 2011-ben ezek a partner önkormányzatok nyerték az Aranyhangya díjat kiemelkedő munkájuk eredményeként. A prezentációkat követően a Győr-Szól ZRT egy-egy szelektív gyűjtőszigetet ajándékozott azoknak a településeknek, ahol a lakosság arányait tekintve a legtöbben kitöltötték a rendszerismertető kérdőívet. Az első helyen Nagyszent János végzett. A Győr-Szól ZRT a hulladékgazdálkodás oldaláról egy teljesen új stratégiát alkotott az év elejé óta. Ennek szerves része lesz az, hogy évente legalább egyszer a 112 település polgármesterével, jegyzőjével találkozzunk. Osszuk meg azokat a tapasztalatokat, amik az egy év alatt szolgáltató oldaláról, vagy adott esetben az önkormányzatok oldaláról jelentkezik. És én azt gondolom, hogy az a hiány, amit én úgy fogalmaztam meg az előadásomban, hogy súlyos kommunikációs problémák, ezeken fogunk tudni segíteni. A kérdői verseny eredményhirdetését követően a vendégek bejárták a sashegyi hulladékkezelőt és annak minden munkafázisát, ezzel is megtapasztalva azt, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer minőségi működéséhez valóban szükség van a 112 település összefogására.